A negyedik helyen végzett a CVSE OB1-ben is férfi vízilabda csapata a bajnokságban. A stúdió vendége a CVSE vízilabda szakosztályának vezetőedzője, Sűrű Dezső. Szia, köszöntelek, köszönöm, hogy eljöttél. Gratulálok. Köszönjük, nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Köszönjük szépen a gratulációt. Nézzünk a számok mögé. Először csak egy szám mögé. Nézzük ezt a negyedik helyet. Hogyan jutottatok el idáig? Milyen íve volt ennek a bajnokságnak? Összességében elégedett vagy ezzel a helyezéssel? Én összességében hát elégedett vagyok. Azért egy picit talán nem, mert az utolsó három fordulóban megvolt az a lehetőségünk, hogy esetleg érmet szerezzünk. Hogyha kérdezed az egész bajnokságot, ez egy nagyon-nagyon kiegyenlített és nagyon színvonalas OB1-es bajnokság volt. Jellemző az, hogy a már kiesett Kecskemét például idegenben meg tudta verni a második Viva OSC-t, és ilyen mérkőzések voltak, minden fordulóban volt olyan, majdnem, ahol abszolút fölborult a papírforma, és így azt mondom, hogy ez a negyedik hely ez egyáltalán nem rossz. Ugye mi fél évkor hatodik helyen fordultunk, de akkor is annyira össze volt tömörödve az első 6-7 csapatnak pontszámilag a tabellán, hogy igazából bármi lehetett. Ugye megkezdtük a tavaszi szezont, itt sajnos kikaptunk az Asi Vasastól, utána viszont volt egy 9 mérkőzéses győzelmi szériánk, csak a tizedik nem sikerült, mert a tizediket menjünk, akkor viszont biztos, hogy érmet nyerünk. Igen, 9 mérkőzést nyertünk zsinórba, ami viszont arra belegendő volt, hogy a második helyre fel tudtunk jönni. És utolsó 3-4 forduló végett még lehetünk volna elsők is, meg hatodikok is, meg ötödikek. Tehát ilyen nagyon-nagyon egybe volt az első fel a mezőnynek. Végig jellemezte ezt a bajnokságot? Az, hogy nem lehetett biztosra menni senki ellen? Abszolút, abszolút. Abszolút. Azok a csapatok, amelyek az elmúlt években alsóházi, meg talán gyengébb erőt képviseltek, ott is erősítések történtek. Meg azt gondolom, hogy a stabilitás jellemző a csapatokat is az edzők tekintetében, tehát beérik a munkájuk, és láthatóan és érezhetően nehéz volt velük játszani. Ha most több számot mondok, 16, 2, 8 és 50, ez azt jelenti, hogy 16 győzelem, 2 döntetlen, 8 vereség, 50 pont. Ezen számok fényében hogyan tudod értékelni ezt a teljesítményt? Egyébként 282-t dobott a csapat, és 252-t kapott. Igen, a védekezésünk, ha a szakmailag nézem, védekezésünk az szerintem többé-kevésbé rendben volt, inkább többé, mint kevésbé. A támadó játékunkban voltak olyan meccsek, olyan periódusok, például az itthoni Debrecen meccs, amikor valahogy semmi nem sikerült. Tehát valahogy a befejezések nem úgy történtek, megcsináltuk, ott voltak a helyzetek, de valahogy vagy a koncentráció ment el, vagy jó védett az ellenfél kapusa, hát ugye az egy játék, tehát bármi megtörténhet. De alapvetően ezek a számok nyilván visszaadják a bajnokságot. Hogyha most levesszük utolsó három mérkőzést, az utolsó három nyeretlen mérkőzésünket, akkor azért ezek nagyon jó számok, így sem rosszak. Így sem rosszak, de hogyha mondom, ott a 9-re, még a 10-et idegenben meg tudjuk nyerni a Viva OSC ellen, vagy döntetlent játszunk, akkor azt gondolom, hogy érem lesz. De ez a negyedik hely sokkal jobban értékelendő, mint a tavaly negyedik hely, ami szintén szerintem elég jó sikerült év volt, de ebben a bajnokságban negyediknek lenni, ez sokkal előrébb van szakmailag, mint a tavaly negyedik helyünk. Mi az erőssége és a gyengéje a csapatnak? Említetted itt a védekezés és a támadásbeli különbségeket. Hát ez nehéz lenne így összességében úgy megfogalmazni, senki ne sértődjön meg. De a csapat inkább azt szeretném kiemelni, hogy ez egy jó kis csapat. Jó csapat olyan szempontból, hogy mentálisan is, meg az edzésrejárás, a mutatott játék, a hozzáállás, a küzdelmi tudás tekintetében egy jó csapat. Az, hogy jól felkészített ellenfelekkel szemben tudunk nyerni, veszíteni, meg döntetlenül játszani, az ugye az egy órában mért teljesítményt fogja mutatni. Viszont a csapatnak nagy erőssége az is, hogy 7 ifista játékos játszott például ebbe az évben, ami szerintem egy viszonylag nagy szám, főleg úgy, hogy az első felében végzett
a csapat, és ebből a hét ifista játékosból azért vannak, akik kiemelkedően jól játszottak, például a Kakukkákos, a Hajdukornél, abszolút használhatók, és nagyon jól be tudtuk illeszteni a játékrendszerünkbe. Visszatérve a kérdésedre, ami talán javításra szorul, vagy ott nekem is gondolkoznom kell, ez a kapás oldalunknak a játéka. A rossz kéz oldalon ugye egészen jó teljesítmények voltak, ott is volt egy kis hullámzás, de azt mondom, az vállalható volt. Kapás oldal is vállalható volt, de én többet vártam, mert én vártam többet ott emberektől, de voltak olyan mérkőzések, amik ott nem nagyon sikerültek. Én arra kérlek, hogy fessél elénk egy képet a CBS vízilabda szakosztálynak az utánpótlásáról. Tehát ne csak egy csapatról, ha lehet, hanem úgy unblock. Én azért, egy ilyen laza kérdés. Igen, így röviden. Ez egy másfél-két órában tudok erről beszélni. Én azért is választottam, és azért is vagyok Cegléden, most már a 9. évet fogom kezdeni Cegléden, mert én jól érzem magam. Ami azt jelenti, hogy én játékos koromban is mehettem volna sok helyre, de én ott játszottam, ahol megbecsültek, meg ahol jól éreztem magam. Ezt lefordítva a CVS-re, én nagyon komoly szakmai munkát látok itt évek óta. Nem kell bemutatni a Cigány Karcsi bácsit, nem kell bemutatni az edzőkollegákat. Ugye itt a Pásztor Mátyás, hogy belépett ebbe a körbe, hát nyilván nem lettünk gyengébbek vele azért, azt azért nehéz lenne mondani, és a Matyi is úgy látom, hogy nagyon beleáll és nagyon lelkesen csinálja a feladatát. Ugye ott az alsó régióban, úgy értem alsó régióban, hogy fiataloknál nincsen eredménykényszer, ott a Karcsi bácsi csapatánál játszanak, tanulják a vízilabdát. A föntebbi bajnokságban szerintem megfelelően szerepeltünk. Az országos bajnokságban a cél ugye az volt, hogy a három csapat, a gyermek, a serdülő és a ifjúsági csapat ugye egyként kezelendő, és hogy jussunk fel a felső házba, ez megtörtént. A felső házban a serdülő és a gyermekcsapat szerintem helyt állt, tehát voltak jó meccseik, tudtak pontokat szerezni, teszem hozzá, az is egy nehéz bajnokságot, mind a kettő. Az ifi csapat az pedig harmadik helyen végzett, ami nekem nagyon nagy öröm, mert ezekkel a srácokkal kezdtem el annak idején még az utánpótlást, itt még a gyermekcsapatot vinni, és vagy úgy alakult, hogy nagyjából ez a csapatot úgy végig tudtam kísérni, és ez bronzérmet tudott szerezni az országos A2-es bajnokságban. Beszéljünk a létesítményről, mert olyan természetesnek vesszük azt, hogy van. De azért ez nem volt mindig így. És most már sátor is van évek óta, működik a történet. Ja, hát ez olyannyira pozitív dolog, hogy hát azért mi a felnőtt csapattal, meg az ifivel járunk sokszor Pestre edzőmérkőzésre. Igen, ez itt Cegléden teljesen normális, és teljesen magát értődő, hogy a belvárosban van egy világszínvonalú úszodánk. És ide be lehet jönni vízilabdázni, meg úszni, meg bármit is csinálni. Na most ez nem mindenhol van így. Tehát van, ahol a vízhőfok az nem annyi, mert ugye nem lehet, meg kevesebb, meg hideg. A másik úszodát éppen bezárták, a harmadik nagyon óvatosan nyit ki. Tehát nekünk itt a szakosztály vonatkozásában, és ezúton is köszönöm az úszodának a segítségét, mert igazából minden feltétel adott. Akkor meg van beszélve, hogy van az edzések, soha nincsen probléma, van vízfelület, tehát van. Nem azon kell logisztikázni, hogy hát vajon hova tudom betenni azt az 5-6-10 gyereket majd a nem tudom melyik pesti úszodába, vagy most mondhatnék bármelyik vidéki úszodát is, hanem itt megvan a rendje, megvan a helye, megvan az ideje mindennek, és működik a dolog. Télen hát nyilván fűtés nagyon jól megoldja az úszoda, ebben nem is nagyon szeretnék belemenni, az biztos, hogy nekünk az edzés feltételeink, a profi edzés feltételek, úgy a utánpótlásban, mint a felnőtt csapatnál maximálisan megvannak. Maximálisan. És akkor végül vissza a felnőttekhez, itt a végszavathoz. Mennyire formálódta már ki magát? Hé, de szép magyarul mondtam. Szóval formálódik most már, feltételezem, a jövő évi csapat. Formálódik persze. Mennyire látni már a kontúrt? És az csak a feje. Próbálom összerakosgatni, ugye hát itt ugye a játékosok dolgoznak, tanulnak, és ennek a kombinációi.
ugye sajnos az ifi, nem sajnos az ifi csapatból, ugye aki felvételt, azt valószínűleg föl is fogják venni, tehát tovább tanulnak egyetemen, ami annak én nagyon borzasztóan örülök, a tavalyi csapatból is, aki felvételt, mindenki felvételt nyert, ez szerintem egy nagyon fontos dolog, és ez is azért a vízilabdának egy nagyon pozitív hozadéka, hogy megtanul küzdeni, megtanul gondolkozni, megtanulja az értékrendeket, és tovább tanul. És ez egy borzasztó fontos dolog szerintem. Jövői csapat körvonalazódik, biztos, hogy lesz olyan, aki már nem tudja vállalni a játékot, vagy nem akarja vállalni. Reményeim szerint vagy tárgyalásban vagyok egy pár olyan játékossal, akik viszont nagyon szívesen jönnének, sokan jönnének, ami szintén pozitív, nagyon sokan jönnének. Igen, holott tudják, hogy nekem az edzéseim nem levezető mozgások, hanem ott van egy másfél-két olyan, amiben bele kell tenni a melót. Bele is teszik, mert ennek van értelme. Formálódik, sok jelentkező van, nyilván ennek van egy kerete, számbeli is, meg egyéb keretei. Ezeket már próbálom úgy összehozni, hogy jövőre is legalább egy negyedik helyet meg tudjunk csípni a bajnokságba. Még egyszer gratulálok, Dezső, köszönöm, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm én is. Kedves nézők, ez volt a Hosszabbítás. Köszönöm figyelmüket, viszontlátás.